Örülök, hogy mosolyog a vád képviselője picit. Jó, ez nem tartozik ide, elnézést kérek. Elnézést kérek, de emberből vagyok tisztelt bírónő. Két év és három hónap telt el azóta, hogy ezeket el tudjam mondani, és nem készültem, de jönnek belőlem a szavak. Én pedig nem a szavak embere vagyok. Senkinek korlátozó, hogy elmondja, amit szeretne, csak azt mondom, hogy... Tudom, de ugyanakkor meg kint vannak a tanúk, akik meg szegények már jönnek befelé. Az az eljárás már lefogott, és kérde a bíróság, hogy ezt az anyagot szerezze be, ott is több anyag. Így van. A nyomozati szakban már az első vádlotti kihallgat, gyanúsítotti vagy vádlotti, nem tudom milyen kihallgatás volt, kértem, indítványoztam, hogy szerezzék be a felvételeket. De tovább megyek, és ugye megelőzöm a mondani valómat, én 2006. október 26-án, amikor Gergényinek a ominózus vipera az milyen állat, az azonosító számok leestek, és minden törvényes és szakszerű volt, akkor én másnap bementem a Soproni Városi Ügyészségre, és feljelentéssel értem a rendőrök ellen, hogy engem barázda módon megkergettek, és viperát használtak, azonosító szám nem volt rajtuk, amit az Alkotmánybírósági Határozat egyértelműen és világosan leír. Ez holmi OLFK rendelkezéssel nem lehet fölülni, amit ráadásul az összödi beszéd után, október 23-a előtt hoztak. Tehát szándékkal előre direkt lehet ezt mondani. Korvin közben mentünk, hatalmas tömeg volt, több ezres. Én heavy metal koncertekre szoktam járni, mert az öcsém egy neves rockzenekarnak a basszusgitárosa és szervezője, a Moby Dick zenekarnak. És ebből kifolyólag a számokat nagyjából tudom, mert én számtalanszor ott voltam korábban rendezőként, jegyvendégként, tehát tudtam azt, hogy el lett adva 800 jegy, akkor tudtam azt, hogy az körülbelül mennyi az a tömeg. Illetve a Soproni futballklubnak volt a ügyvezető igazgatója, ahol szintén tudtam, hogy egy stadionban hány ember volt a szektorokban, tehát van egy rálátásom az összes szerűségre. Az ülői úton, Korvin közelőtt 5 és 8 ezer fő közötti tömeg volt körülbelül az én véleményem szerint. Miután megérkeztünk, mivel rengetegen voltak, én fölültem egy villamos megállónak a tetejére, és jóformán talán azt a nem tudom mennyit, 2 és 3 óra közötti időt én fönn a villamos megálló tetején töltöttem el. Erről számtalan fotó készült, időpontok visszakereshetők, mikor ültem ott. Többször fölhangzott a Korvin közben, hogy menjünk a Kossuth térre, már korábban, tehát már ilyen egy óra magasságában is akár, de erre nem tudok pontos információt adni. Az emberek ott maradtak, mert mondták, ott is szóbeszéd volt, hogy majd 3 órától lehet visszamenni. Valamikor, lehet, hogy 14 volt, nem tudom, vannak erről biztos felvételek, térfigyelő kamera felvételek, ezeket be lehetett volna szerezni, és akkor nem kéne itt az időpontokon vitatkozni. Elindult a tömeg nagy része, én az elsők között elindultam. A társaság nagyjából egybe maradt, bár folyamatos mozgás volt, például az öcsém az többször elkalandozott, tőlünk visszajött, tehát itt tartottuk, hogy meg hát természetesen telefonon hol vagy melyik sarkon, és bevártuk, hogyha valamit akartunk egymással. Pesti ismerősök is csatlakoztak hozzánk, amit a tanúkihallgatáskor mondtam, és Császár Tamás, de egyébként több nevet meg tudtam volna nevezni, de a vádhatóság nem volt rájuk kíváncsi, és ugye amíg azt a 3 tanút neveztem meg a vád, vagy a kihallgatásomkor az öcsémet, Mentes Norbertet és Császár Tamást, az öcsémet meghallgatták, a másik kettőt nem, akkor minek nevezzek még harmadik, negyedik, ötödiket? Mivel én úgy gondoltam, hogy mindegy, egyetlen. Békésen ment a tömeg, standált. Riaria, Hungária, Gyurcsány takarolt, ettől Csunyágot is talán, nem tudom, mindenfélét, de abszolút demokratikusan, és ezt azt hiszem a törvény egyértelműen lehetővé teszi. Tehát semmit nem követett el ez a tömeg. Átmentünk az Asztorián, és ott már kezdtek gyülekezni a Fideszre, és szállítoztak már az emberek, olyat is kandáltunk, hogy gyertek, amely Kossuth tér, ez az ama. Amikor akkor én nem tudtam, hogy melyik utakon megyek, így utólag eléggé belástam arra a dolgokba. A Bajcsi Zsilinszky út Alkotmány utca kereszteződésére értünk, és ezt csak most mondom a pontos nevet, akkor én nem tudtam, hogy hol vagyok. Azt
érzékeltem, hogy baloldalról rohannak az alkotmány utcából ki az emberek. Tölgáz volt, vagy hát füst volt ugye, az emberek befordultam az utcába, és tehát az emberek kifelé jöttek, akkor volt egy olyan kis szünet, vagy tehát egy kis nyugalom, ugye a rendőrök általában úgy csinálják, hogy kilónek 5-8-10 gránátot, aztán várnak ugye a hatásait szalagra. És egy ilyen hatás szünet után az ember, aki ki akart rohanni, az kirohant, közben, de hát itt a teljes Bacsi-Zsilinszki úton áramlott a tömeg, mi meg befordultunk, és én legalábbis bementem. Fölmentem körülbelül, nem tudom, talán az első kereszt utcáig, mondjak neveket? Nem szükség, jó? Az Alkotmány utcába bement. Így van. Sőt, amikor befordultam az Alkotmány utcába, volt nálam egy kendő, amit fölkötöttem a arcom elé. Ez eddig még nem szerepelt egyébként a nyomozati anyagokba, de fölkötöttem, mivel füst volt, rájöttem, hogy nem ér semmit, úgyhogy hamarosan 2 percen belül le is vettem. Meg lehet ezt magyarázni, hogy ugye átszázni akartam, illetve lehet, hogy átszázni. Szóval az emberben több dolog benne van ilyenkor egyébként, de amikor kifelé jöttem már, akkor levettem, mert azt mondom, hogy úgyse csináltam, nem csinálok semmit, nincs ilyen szándékom, vállalom magam. Ezt csak azért mondom, mert én bár széleskörű kutatásokat tettem, egyetlen ilyen fotót nem találtam, ahol úgymond kendővel lennék, de még ebből kerülhet, és akkor nehogy az legyen, hogy ugye nem mond igaza. Ezután kaptunk egy második könyvgázgránát támadást, vagy hullámot, nem lehetett ott maradni, zárt térviszonyban, és olyan mennyiséget adagolt a rendőrség, hogy ott hagytuk, meg hát jött ugye a rendőroszlatósorfal, kijöttünk. Az Alkotmány utca a sarkán, a Bacsi-Zsilinszki úton egy félkaréba álltak fel az emberek, várakozó álláspontot elfoglalva. A rendőrök közben fölértek a zebráig, megálltak ott, eltelt egy, nem tudom, időérzékelőkor összemosódik, én úgy gondolom, hogy pár perc, tehát 1-2 perc, de lehet, hogy csak 40 másodperc volt. És mivel nem történt semmi, a rendőrség emlékezetem szerint, vagy Isten igazából nem tudom, de nem közölt a ott megjelentek fel, és semmiféle információt nem közölt, ezért elindultam, hogy mondom, megkérdezem, mert közben valószínűleg ránéztem az órámra, hogy mennyi az idő, és 3 óra elmúlott. De erre nem emlékszem egyébként most, itt csak valószínűsítem. Az időponttal pontosan be tudjuk határolni, és itt van az, hogy a várhatóság abszolút nem törvényesen járt el, mert hiszen a fénykép felvételeken, az ominózus felvételeken, hogy feltett kézzel állok a rendőrsorfal előtt, 15 óra 44, 45, 46-kor készült, azt szerint, hogy kinek melyik órára, hogyan volt állítva a fényképezőgépeken. Én erre az eljárás során, az legelső tárgyalásomkor még talán lehet, hogy még 3 óra körüli időpontot mondtam, de kiszártam azt, amit a vád állított, és a vád utána sem módosította, pedig úgy gondolom lehetősége lett volna. Ezért vádolom a vádhatóságot. Az adófizető pénzén ilyen nyomozati cselekményeket végeznek, azaz nem végeznek. Ugyanakkor a vádat fönntartják egy 4 gyermekes, diplomás ember ellen. Egyeztetnék egy picit, ügyvéd úrral. Érdeklődési szándékkal, információ szerzési szándékkal elindultam a sorfalket felé, átérezve a helyzet komolyságát, pár lépés után még a kezeimet is föltettem, ezzel ugye én úgy gondolom, hogy a békés szándékot erősítettem, mert fehér zászló nem volt nálam. Gesztikuláltam így a képeken nézem azóta, és így beszélni szeretnék, ezt magyaráztam, sőt nekem balra egyébként teljesen másképp maradt meg bennem, és más az, amiket most a felvételek alapján nézek. Én magamon is találkozok, hogy teljesen másképp láttam. Tehát másképp éltem meg, mint ami a valóságban történt. Én azt érzékeltem, hogy valaki föltolja a plexiét, felén fordul, és tehát kommunikációs hajlandóságot mutat. Ugyanakkor, tehát én ezt mondtam. Voltak ott a háttérből kihangosító hangok, elő kéne szedni a felvételeket. Hiába mondom azt én, hogy én úgy gondolom, hogy azok rendőri utasítások voltak, akár lettek felszólítások is. Nem tudom.